Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának tanévzáró műsorán. Felkérem Cirok Mihály intézményvezető urat, hogy nyissa meg a mai estünket. Tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, szülőket, érdeklődőket, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakos növendékeinek tanévzáró előadásán. Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ez a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, és azt a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza, harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg, mondta Platón, az ókori görögök egyik legnagyobb filozófusa, gondolatai örökértékűek. Örökértékűek, hiszen a tánc művészetét az emberiség napjainkig műveli, átadja, és a művészeti érték mellett katartikus élményt nyújt mindazoknak, akik befogadják. A tánc, ezen belül a néptánc újból teret hordít magának, hiszen rohanó világunkban kevés az olyan öntelékeny mozgásforma, mely ennyi korosztályt érintene. Ezt a tradíciót generációk adják tovább. Nekünk magyaroknak olyan értékeink vannak a tánchagyományokban a világon, amelyekre joggal lehet büszkék. Hiszem, hogy az őszinte, tiszta forrásból jött értéket a mai felnövekvő korosztály is észreveszi, és a tánchagyományokat tovább is viszi. Bízom abban, hogy a múltunkat megbecsülve, megőrizve értékeinket, sikerül a néptánc irányú hagyománytiszteletet tovább átolni. Pedagógusaink segítenek abban, hogy a jövő felnövekvő korosztálya megismerkedhessen a magyar néptánc sajátos ízével, mozgáskultúrájával. Célunk, hogy a táncmotívumok, különböző stílusok fejleszték a tanulóink ritmikai érzékét, improvizációs készségét, mozgáskoordinációs képességét, valamint, hogy a gyerekek megismerkedjenek a népi kultúra gyökereivel, múltjával, és ezen belül a népszokásokkal, hagyományokkal, népviseletekkel, és minden olyan tánccal, ami korosztályainknak hat örömöt és felszabadult mozgást okoz a közösségekben. Szeretnénk, ha a tanulóink tisztában lennének saját országunknak népi kultúrájával, és ezt úgy, mint az anyanyelvet, helyesen tanulnák meg. Így a tanév végén a mai bemutató is egy állomás a fent megfogalmazott célok megvalósításához vezető úton. A gyerekeink már óvodáskortól kezdődően a középiskola befejezéséig sajátíthatják el a magyar néptánc alapjai, fogásai intézményünkben. A tanév folyamán különböző rendezvényeken, bemutatókon bizonyították fiataljaink, hogy rövid idő alatt is nagy tudásbeli fejlődés érhető el, az kellő lelkesedéssel és akarattal párosul. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek és tanár között őszinte, egészséges, már partneri viszony alakuljon ki. A humor és a jókedv legyen jelen mindig a foglalkozásokon, és ha ez sikerül, akkor a verejtékes munka igazi tartalmas szórakozássá válhat. Ennek érdekében sokat tehetnek és tesznek is pedagógusaink. Így szeretném megköszönni nekik, Borivén Körösi Beatrixnek, Szugyicski Giuliettának, Vargas Győrnek, Hajdú István Gergelynek és Horváth Péternek az egész éves munkáját, és kívánom, hogy a kolléganőnk Boriné Körösi Beatrix baleseti sérüléséből mielőbb épüljön fel, és ismételten dolgozni tudjon. Szerintem itt megelőlegezhetünk nekik egy óriási tetszést. Kérem, hogy tekintsék meg bemutatóinkat, és tapsoljuk a biztosság fellépőket, a gyerekeket. Köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szórakozást kívánok.
Lányok, beszéljük egyet!
Thank you.
We'll be right back.